Hello! Na, sziasztok, srácok! Speci, Lemon, hello, hello! Grindolni fogunk egy kicsit, megpróbáljuk kiszedni a 100 cashback-eket. Amúgy azért, bár még elég messze vagyok sajnos, csak góljaim vannak, góljaim van sok, de... You are welcome, specific set. Hi, how are you? Balon gyerek, laktam amúgy laktam Írországba. Csak úgy mondom. Valamennyire azért vágok angolul dolgokat. Várj, hogy is akar, hogy mit is akartam? Milestones, ba. Az assist. Na hát itt még majdnem 200 assist kell. Na kit nyitsz, Lemon? Durranjon az ember, de ne nyiss pekket. Várd meg a 7 órát, hát adj már magadnak esélyt a OTV lapra. Ne nyiss pakket, szerintem. Vagy OTV kártyára pakra. Na, nyomjuk az izét. Milyen Walker? Kai Walker, hogy mi fasz? Ez nem rossz. Miért bárki azt hinné, hogy balfasz vagyok, nem vagyok balfasz, csak nyomni kell a grindolást, és most azért pörgetjük meg innen. Na, úgy hogy vagytok, srácok? Hogy vagytok? Mi a helyzet? Milyen napotok volt? Na, assistból nekem is több kell sajnos, majdnem 200 assist. Na jó, van, nyomjuk hát most. Igazából sem más dolog nincs. Nekem adta tegnap Hollandot például. De az a baj, nekem is csak eladhatatlanba adta be Hollandot. Mondjuk eladhatóba meg... Anyád! És miért léptem meg felé? Felegyemtem a hangot. Na, szóval eladhatóba Kanté meg a Manévo megetli. Figyeld már! Mi van ezekkel? Százkában vagy Walker? Hanyas lapja van? 80? 4-es vagy 5-ös? Az igen, birkózás. De mi van veled? Hát nem bírod elvenni egy beginner laptól lizét. Hát Kantéval nem kell ilyeneket lövöldözni. Visszahozod az applikációt. Mi van ezzel a játékkal, gyerekek? Meg vannak bolondulva. Figyeld, nem bírom elvenni. Ez mi? Ha 10 perc szeszarakodok, és még nem rúgtam, csak egy volt. Akkor ilyen 40-et kéne rúgnom per meccs. Figyeld, nem bírom elvenni tőlük a labdát. Jó, van nap. Hát gondoltam, hogy nem quickszellezed el. De ha is quickszelleznéd, véletlen akár, azért az abbó visszabírod hozni. Ha valakivel előfordul.
De volt más sajnos ilyen, hogy előfordult. Én amikor kezdtem a FIFA-t, még a 17-te kezdtem ultimétezni. Akkor rávágod, még fogalmam sem volt, hogy mi, hogy ez geci egy fullos kezdőt be is bécéztem. Jó, hát, na. Előfordult. Nem tudom, hogy a Mané-nak az ára följe fog-e menni, amúgy, abban reménykedek. Mert ugye ő nem, ő nem lesz most nyitható, csak OTV labba. Magyarul a Gold kártyája nem nagyon lesz elérhető a piacon. Az OTV meg biztos, hogy kurva drága lesz. Úgyhogy remélem, hogy feljebb megy az ára. Akkor Mané-től megválunk. Bár amúgy nem szívesen, mert egyébként meg kurva jó. Lehet vele azért lavírozgatni ott a szélen, meg csatárba se rossz. Nem tudom, hogy azért Son milyen lehet, mert Sonra kéne lecserélnem, ha lecserélem. Vagy szerintetek hogy kéne, mert most az a baj, hogy... Ugye van egy maném, nem baj, csak beépíteni, egyszer, tényleg amúgy nem lett egyszerű. Ez a izé... Még lehet bonyolultabb, mint eddig volt a beépítés. Mert eddig kettőt köré rakta egy csatárnak, már legalább a sárga linkje volt, az ő nem is. Most meg kell, hogy 3 vagy 4 player, hogy kapjon legalább 3 csillagot. Hú, amúgy ez tényleg nagyon valós az a játékmód. Na, szóval Haaland, Kanté, meg Mané. Van, de ugye Haaland az eladhatatlan. Akkor próbálom felhozni az asszisztokat, azért nem, mert végigvihetném egy emberre is. Lőhetnék sok volt, csak próbálom az asszisztokat is hozni vele. Amúgy Zabicerre faszaizéket lehet lőni, ilyen powershotokat. Hát egyébként kíváncsiak, hogy ebből 100 cashbackből kit fogadni. Speci, neked is. Hát nem várok walkoutot. Én még akárhány ilyen 100-es vagy 100.000-es packet elnyitottam, akkor sose jött belőle semmi értelmesen. Ilyen... Tudod mire számítok? Ilyen 84-es fotterekre kb. És meg lehet, hogy jót mondtam. De már mondom, hogyha jönne ilyen izé... Ilyen Anthony. Már simán boldog lennék. De nem hiszem, hogy fogom. OTV Anthony.
scegliere in questa situazione. Come Mugliese e Lewandowski, anche ci sono temi là. Sono arrivato. Ma ha tolto che per niente si credo che ma costiamo Zoyox Sush. To sabia, bo jako to tamto są bana wasze, ale są jako Campos, są tam już oto na tolto kej pernio. Running with the ball confidently, but a good piece of defending to bring it to an end. Well, let's see what they have in store for them on the break. Я вас там нашел, останавливаюсь, но... А это меня, зато кому. Képzelj, te kell kinyitottam Raúl Jiménezt a Coca-Colával. Mit szóltok ehhez? Egyébként kár a Bundesliga-ja, nem speci. Na, egyébként Manén kívül Kunku, azt ennyi. Nagyon gyenge a felhúzattal, sajnos nincs választék. Szépeket volt. Viszont védelemben meg nem olyan rosszak. Jön Daliknak a OTV kártyája. Ma. De tényleg azon kívül, hogy Mané, semmi extrájuk nincs. Oké, hogy a Kimmich izé 89-es, meg 87-es, a Müller, meg mit tudom én, Goretzka. A Goretzka az jó, az biztos, hogy jó. De ezeken kívül az Nkunku, és véget is ér kb. Akkor persze Szoboszlai. A best. Cool, de meg egy nyomok be, ez meg izé beginner squad ellen. Nem remélem. Kicsit amúgy le vagyok fáradva most. Ilyen két méteres lesem még azért elpasszolom neki. Kemény. Nem vagyok még azért teljesen a meccsbe. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy egyáltalán nyitunk-e valami értelmeset.
Akkor milyen pakokat kéne nyitnastam még, hogy... Szóval lesz valami új promó, meg van ez a... Van ilyen 2000 pont, ilyen starter pack, vagy mi. Néztem azt is, hogy... Tele van minden hülyeséggel. Meg nem akartam amúgy Premier Ligát, Bundesligát, meg főleg, meg olasz ligát, spanyolt akartam amúgy. Én amúgy még sose volt évelején spanyol tíma. Ez a dolog, hogy évvégére az jön össze, amikor már bárkit kinyitsz, érted. De évelején még nem volt sose spanyol tíma. Mindig Premier Ligás van. Csak ma nagyon unom őket amúgy. De egyébként meg ott van a legnagyobb választék, úgyhogy ezért épít sok ember amúgy. De figyeld meg majd, hogy a Bundesligában meg olyan játékosok lesznek, hallod. Egy ilyen no name. De tényleg olyan no-name booster kártyák lesznek. Mindig az van. Mindig van egy játékos, akit kiemelnek. Jó szezon fut éppen. Azt olyan kártyákat kap, hallod, hogy... Já, se volt hajtas. Na, még egy pár ilyen meccs, ezt meg is van. Szerintem egy 2-3 meccsből meg lehet csinálni. Ezt a keveset. És a 200 assziszt az még sok. A gól az meg lesz. Az assziszt az több kell, de... Izének nem lesz OTV kártyája, amúgy a... Martineznek, Manchesteres csávónak, akit az Ajaxból igazoltak le. Ugyanúgy, mint Antonit. Az nem kap OTV lapot szerintetek. Amúgy ez a gyerek jó, benne van, hogy kapna informot valamelyik meccs miatt. Egyébként jó játszik, attól, hogy alacsony közép átvéd. Maguire-t ő egyszer jobb. És Maguire is kapogatta mindig a informokat remek teljesítményéért. Maguire. Éppen ezért láttam egy ilyen képet, amin összefoglalják a idei teljesítményét. És egy ilyen 8 meccsre visszamenőleg, amin kezdőként lépett pályára. Egyszer játszottak döntetlent, az összes többen kikaptak. Mert az angolba hallgatottam a Manchesterre együtt. Akkor kezdő volt. Csába el van átkozva egy kicsit. Na, megnézzük, hogy állunk.
egyébként nem adta már, nézd már, ott van, elküldtem neked speciál videót, ollóztam egy gólt, de semmi. Nem adta már, de ugyanezt csinálta 22-ben is amúgy. Pedig amúgy tegnap 2-t is ollóztam. Na, még 93-ról. Hát itt meg egy jó 157 gól. Még az is, az még az sok, az sok, nagyon sok. Nem lesz meg 7-ig, de nem baj. A gól ez meg lehet. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Sőt, én elvileg kapok ma ilyen izét is, nem? Ilyen garantált OTV-t. Az Ultimate kiadás az adnak. De az mikor kapom meg szerintem? 7-kor ide adják azt is, vagy mi van ilyenkor? Abból se jöhetne valami értelmes. De amúgy az ilyen garantált OTV-ből ebben ezek a garantáltak, hogy izé kapsz a játék mellé. Nem, a Hero-t azt nem hiszem, hogy megkapom. A Hero-t majd a VB-nél fogjuk megkapni elvileg. Vagy novemberben, vagy valami ilyesmi. Mikor indul a VB? Novemberben indul, nem? Az amúgy nagy gól. Még ilyen Beginner ellen is szép gól volt. Nem fajn gólokat lehet egyébként benne szerezni, szerintem. Mondjuk amúgy a kapusok olyan rosszak ebbe a játékba is, hogy... Nem. Egyébként szerintem izé. Kirakta, hallod, hogy az összes csoportba küldtem kb. Hogy izé megy a stream. De szerintem vagy mindenki nyomja, vagy nem, vagy elveszik a posztom úgy a sok poszt között, nem tudom. Mert ugye ma kézbesítették a futárok és a játékot, meg ilyenek, úgyhogy lehet, hogy elég sokan elfoglaltak. Vagy leszárnak, igen, hát jó, az is benne van. Nem, amúgy mind, vágod izé, a nagyok is streamelnek, elviszik az olyan nézőket, szóval. És érted, ilyen
befutott streamerek nyilván azért, főleg hogyha követői is, nyilván őket nézik. Már csak megszokásból is vágott. A izét azt láttad, amit elküldtem neked? Castro-t. Akkor kihagyta az ígyszert. A kirúgás után megkapott egyet, szétvert a kontrollerét. De esküszöm, hogy a gyerek az nem tud játszani. Hát tavaly is mennyit rögtünk rajta, emlékszem, amikor Maguire-re kihagyta a 11-est. Abból is kapta, egyből gólt kapott. Mi ez a Max olyan fel 8-ra? Mi ez a fel 8? Ezt a csajok szokták használni. Ezt a szót, hogy felnyalogatnak. Elég perverzek volt ezt a nártak már. Egyébként azon is gondolkoztam, hogy a hollandot be tudnám építeni. Akár úgy. Hogy a PSG-sei meccseréném London hátulról. Még vennék a Donnarumma helyett egy Edersont. Egy Akanjit mondjuk. Informa Akanjit. Vagy mit tudom én, még valamelyik City shadőt, a két akár, tök mindegy. De egyébként ott az volt a terv, hogy majd egy Kimpembe már kinyasz lesz. És előre nem Haaland, nem Mbappé jön pakolva. De hát, ha ma kinyitjuk Mbappé. Akkor lesz Haaland Mbappé. Thank you.
The Flash. Werner. Sem hallott, hogy... Vágod, voltam úgy... Faszom tudja, vagy 30 gólom már klasszazomba. De egy csapat ellen nagyon szarul ment. Pártak voltunk, vagy nem tudom. De Haveromnak is nagyon sok gólja volt. Vezettünk 5-0-ra fél időben, de csak eszem egy-egy gólt luktunk. Vagy valami ilyesmi. Ezt lecserélt minket az edző. Kb. Amúgy mindent kiállítunk. Ez inkább lecserélt. Mert hogy amúgy meccsenként ilyen 3 gólokat, meg 4-eket rúgtunk. Volt olyan érted, hogy... De ha már egyet rúgta, az már volt jó. Lecserélt fél időből az meg. Szarul esettem. De amúgy meg viccesen fogtuk fel, ugye. Jót rögtünk rajta akkor. Hát így is úgy is nyertünk. De tényleg olyan buffszak voltunk hallott, hogy üres kapura kapufeltugott Haverom meg ilyenek. Én nekem semmi nem jött össze azon a meccsen. Egy durva volt. Bowser Hollandot. Patrick Bamford. Tremendous challenge. Racing forward, trying to catch the ball. Bolond, Bolond. Kivette.
Egyébként ez a bolond Hollanda fizikai ereje miatt kurva jó. Gyors is amúgy. Csak az a baj, hogy csomó assziszt a Miami-nál. De amúgy az a futás, ami van neki. De jó meg van csinálva. Így futja. Akkor a görbület van benne, az majd. Remélem, jön valaki akkor most már így Holland mellé. Hát amúgy azon gondolkoztam, hogy ha Manét lecserélnénk ugye Sonra. És kiraknám a Rashfordot. Azért úgy az nem az, nem? Rashford, Holland. Zon. Meg még, mit tudom én, vennék egy Antonit, vagy vezetőt, valakit. Jó, még nyomok egy meccset, szerintem még lesz idő annyi. Még egy meccset lenyomunk. Most 37-0. Mennyi volt? 403 azt hiszem. Még egy meccs biztos kell. Egy meccs nem is lesz elég, szerintem. Fussába azon, mert képes lefújni akcióba. Pont ilyen. Jó lett volna, hogy ezt vettük, hogy tőle. Még egy meccs belefér. Hétig simán. Nem bírom a csinálni. 55 gólt kéne rúgni. De van még
száztán. De mindegy. De legalább közelebb leszünk. De megcsinálom ma. Szerintem elnyitjuk a pontokat, pakkokat, aztán folytatjuk el, most nem tök jobb volt. Befejezzük, aztán meg majd meglátjuk, mondjuk tart a stream, meg hogy lesz. Amúgy jó, tényleg jó lenne, Anthony. Még, ha nem is az OTV, de a Golden Dawn-t is be lehetne építeni úgy. Menj már onnan tőle. Ugye az a durva, hogy Wernernek 90-es pace van, Hollandnak meg 89-es, és sokkal gyorsabbnak tűnik a Holland. Ez hogy lehet? Under pressure here. Hát amúgy azt lescreenelted amúgy, amikor ikonpakot nyitottam, Cassiast nyitottam akkor, és 70-en voltunk itt, vagy hogy volt. Ez megvan neked, nem? Ez a print screen. Na ez küld már. Hogyha megtalálod. Én nekem nincs meg. Az amúgy meglepott, hogy akkor annyian voltunk. Ja, lehet, hogy Discordon küldte. Az a baj, Messengeren küldte át majd. De ráérztem, fontos, majd. Majd lesz idén is ilyen.
Most amúgy is vágod, nem streameltem régóta. Szerintem kikerültem oda. Hát nem a populárból, hanem az ajánlottból úgymond, vagy nem tudom, így gondolom nem dob fel a keresés, hogyha valaki csak úgy szimplán keres, se dob fel. Mert nem vagyok most annyira Ha mostanában tudod, nem streameltem, azt gondolom, hogy az algoritmus lejjebb dob. Azt tudja. Nem is izgat annyira. Majd lesz. Majd építgetjük. Without you on the mic, not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face before me. I long for the time to come in your arms. Oh, that's a bunch of high quality. Ilyenkor amúgy bánom egy kicsit, hogy Manny elment a poolból. Most milyen jó lenne, hogyha poolos lenne. Egyből én kellene holland. És... egyébként azóta jó szar Liverpool is, mióta Manny elment. Egyelőre nem nagyon találják az új emberek a Manny-nek a helyettesítését szerintem. Na, ez amúgy jó lesz. De egyébként én az izétől Luis Diaz-től nem vagyok el ájúba, a Liverpoolba. Bazza meg, miért ne lövi felé? Alig a rakok bele erőt. Nem fél óráig ezért könnyökölök a gombon, csak kb. Épp így megnyom. Opposition here. Being egged on by the crowd.
Van jó, Szadé! Ja, nem? Mekkora bassz volt. Úristen. Ki ez a srác? Ja, nekem is bazen még tuti bomb vagy 100 assist amúgy. Még több is. 150 volt még az előbb. Gól meg egy olyan Matteo Sané-ja. Gól meg olyan 30 fok kellene, vagy 25-20, nem tudom, hát akkor megvédnek itt. De miért nyomom a gól örömet? Bazzom, olyan hülye vagyok, geci. Elhagy vele a fél nap. Kíváncsi leszek amúgy, hogy jön-e valaki. Nem is az, hogy jön-e valaki, nem, hogy egyáltalán lesz-e OTV benne. Jó, hogy egyből jobbtam. Ez a szögletet még mindig nem annyira vágom, hogy... hogy kéne jobba adni amúgy. Gagyanak tűnik amúgy a szögletrugás nekem. Bár egyébként meg úgy van megcsinálva, mint hogyha egy facista látná egy... Jó, hát nem teljes szemszögből ugye. De úgy kb. Hogyha te rúgod a szögletet is ennyit látsz. Ez jó ez a mix amúgy, jó mixet találtam, azt tetszik. Jó, azt amúgy azt fejbe rúgtam. Holló. Holló.
Madeira. Na, megkaptad a reklámot? Na jó, és eddig ki volt kapcsolva amúgy, szóval azért, hogy nektek jobb legyen, én bevételt estem már egyébként. Amúgy is már olyan túl sok van. Nem. Úgyhogy ezzel úgy bekapcsoltam, hogy ha már csinálom, akkor legalább legyen valami pluszom. És amúgy milyen nyelv? Magyar nyelven kapod a reklámot? Magyar? Jó. Csak ugye azért, mert hogy én osztrákból nyomom azt, hogy milyen helyszínt vesz alapból, azért kérdezem. De akkor magyar jó. Bazd meg! Látom, mindjárt vége a meccsnek. Most fújt a lábbabbet. Zadio Mané, pillanás, paci. Mindjárt nyitjuk, kinyitjuk a Maradónákat is, meg mindenkit is. Nem lehet, azt is kinyitjuk. Anthony kéne amúgy. Na, annyi lesz, hogy kilépek, meg vissza, hogy hát, vagy nem tudom, hogy mindjárt megnézzük, hogy van-e pakkom. Kilépek meg vissza, hogy megadja a pakkot. Szerintem. Bár 8 pakkom. Lehet, hogy megkaptam akkor. Jaj, nagyon update-el a store. Hát nincs itt az izé garantált OTV-pak, úgyhogy... Egy pillanat. Kilépünk. Vissza. Lehet, hogy meg se kapjuk ma, úgyhogy... Nem lepne meg. Na, Leva, Mané, Holland. Rüdigernek is örülnék. Dybala, amúgy ő is jó. Gabriel Jesusnak is, Anthonynak is, Nunez-nek is. Na, ezt a Schlotterböcket láttam, bocsi, ez, akkor ez volt az. Ezt láttam, ezt mondtam neked. Csuhamennének is erőnék, a másikat ez hulladék. Tolisztót ki nem álltam. De nincsen pakkom amúgy. Hol a garantált OTV-m? De itt van még egy pakk. De ez amúgy mi? Hogy nincs itt a pack-em? Ted Lasso. Vagy várjál? Lehet, hogy izé... Lehet, hogy be kell aktiválni? Na mindjárt megyünk, megnézzük a Play Store-on, hogy alapvágom. Főnix XL Tifo. Thank you.
Nem tudom, miért nem kaptam magam. Na ezt azért még be playmelem, és utána megnézzük. Főleg, hogyha betűlt a játék. Lehet, hogy aktiválni kell, vagy nem tudom. De elvileg meg kellett volna, hogy kapjam annélkül is, szóval én nem értem ezt. Kilépek még egy. Egyszer kilépjük. Igen, már egyet aktiváltam, jó. Tehát 10 pack-emnek kéne lenni, hogyha azt is megkapom. Bővítményeknél nincs ott, úgyhogy tök mindegy. Nem tudom, akkor lehet, hogy később kapunk. Na, Hero. Ó, most jó sok mindenkiből lehet nyitni. Mascherano, odig. CB-be. De miért nem CD-embe rakták be? Inkább Lucy, a Lucy, jó. Ezt a Papint próbáltam, hogy hívják be, elég jó. Kicsit lassú, de amúgy labdával jobb állni. Draftba próbáltam. Crouch. Az égi meszelő. Govu. Komoly. Marquisio. Most meg olyan jó, hogy már besötőt a játékon. Jó, hát nincs több pekkem, úgyhogy ezeket elnyitjuk, és utána nyomjuk a pontokból. Nekem az is jó, ebből kinyitom. Hát ebből nem nyitottam ki. Nem kísérettem el, Bízs is meg fogjuk kapni. Csak nem tudom mikor. Na, biztos kell. Nem kísérettem el, még kísérett Inform. De ez 83-as max. Jó, nem baj, legalább IF. Majd jó lesz valami SBC-be később. Nem keseredtem el speciálmúl. Úgyis megkapjuk. Meg itt van 12.000 pont. És bárkit kinyithatok. Ha úgy akarja a gép. Martinelli. Ő gyors. Jobb lenne amúgy, hogyha eladhatóban nyitnék ki bárkit is, amúgy ne lesz az lambója, jön már valami nagy. Mindenféleképpen eladható legyen.
Nem, két jobb, kicsivel, kicsivel jobb csak. Hát ha. Romarinho. Ez a kb. Nem hiszem el, hogy még itt is megkapom. Figyelj, Xavi. Xavi. De Romarinho-t hallod a FIFA 22 végén. Anyád. Oh, contract pack. Román Mass Quixel, gyorsba. Mielőtt még itt valaki szívromot nem kap. Magyar! Szoboszlai! Itt a Szabó! Megérkezett Dominik. Hülye, őnek érlők. A viccen kívül amúgy. Hülye, 40 ezer a max price-ja. Az kemény. Amúgy meg 800-900. Szegény. De úgy biztos fog kapni jó lapot idén is. Tuti lesz egy vagy kettő jó lapja. Majd figyeld meg. Csak találjon már magára ez a kurva Lipcse, mert nagyon le vannak gyengülve. Mi? 30 ezer, meg 300 pontért meg lehet vonni az Icon Mast. Ez amúgy jól néznek ki, nem? Van rá 335 napunk. De amúgy tényleg jól néz ki, nem? Icon, stadion, téma. Egy külön is meg lehet vanni, csak úgy sokkal szarabb új jössz ki. Így jobban jársz egyre megúszod. Na látod, szerinted ha itt mondtátok valamelyik este, hogy a Bateson másfél millió FIFA pontot kapott. Szerinted, hogyha itt neki saját iteme van, érted, Batesonos cuccok vágod, akkor szerinted saját zsebbőt ütötte fel azt a másfél millió coint? De úgy támogatja a játék, mint az állat. Szponzoráció az egész. Na. Nézzük. Miből, hogy nyissunk, mit nyissunk. Ez hogy van? 16 Gold Rare Players, 3 garantált, ami magasabb, mint 83, egy Draft Token, egy Loan Player, ami 86-nál magasabb, egy Loan Hero, egy Loan Base Icon, 7 meccsre. Csak az a baj, hogy ez mind untradeable. Meg 2000 pontba kerül. Nem tudom. Megapack. $30 18 rare, 82 plusz. Garantált. Ja, kezdjünk egy ilyen, nem? Ebben nem lett OTV. Úristen. Jacko. Na, de Csalanoglu is jött. 284-es. De hagyjál már, hogy ilyen 84-es lapok mennek 1500 coinnél. Hihetetlen, hogy hol lent van a piacon. Már meg se ér játékos nyitni, esküszöm.
Mert rosszabbul jársz, hogy kinyitod. A mindennapi sláger. Itt van velünk. Szébe jók lesznek majd. Hát ebből nem lesz Rashford, amúgy. De ez is untradeable. Mi a fasznak untradeable-t pakk amúgy? Jó van, ezekből úgy sincs sok pakk, ez úgy, amit akkor így ennyit akatom. Hát ha egy bőbe ad valamit. Első lesz valami jó. Jordi Alba, na. Legalább ő magasabb rétingű. Mennyibe mehet? Kajak 12 000, bazd meg. Azt a kúrja mindent. Majd, hogy nem a Canemistre style-ok többbe kerülnek. Szerintem ő megvan. Karthal. Na szerinted lesz valaki? Legalább egy walkout, vagy egy OTV? Nagyon szarul állunk amúgy. Lesz a szerinted? Majd most nagyon gondolkozik, hogy melyik ikon dobja ki. Nem dobta ki. Szerintem ő megvan. Mi Regilon ezért Atlétikóban van? Reálnak azért megérte eladni, hogy Atlétikóban legyen a végén. Brazil. Cseh, Thiago Silva, geci. Vagy 86 az már nem walkout szokott lenni. Egyébként. Akkor viszont tényleg 88-as lesz az izéje. Hogy hívják? Tényleg? De hát amúgy 86-os az előző FIFA-ban már walkout volt. Mennyiben megy? Tehát nézd meg, ez is 10 000 forint. A szegény kém nem tud futni. Majd meghal. Fufál. Nem, az előző FIFA-ban 86 már walkout volt. Két untrade back. Amúgy jó ezért le vannak limitálva a pakkok. Nyitás szempontjával nagyon sokat elengedjük. Top shop-ba. Na ebből fog jönni valaki, majd figyeld meg.
montem. Ciekawe, bo i Liberto dobre coś. Megból jött, na mögött egy jó tévé lepom. Tehát még ez is megvan, érted. Ja, Istenem. Egyszer kinyitottuk Morales-t. Egyenségedől mennyiben vagyunk? Ez meg az 5000. 5000-é vannak kipakó. Hát 3,5. Nem nagyon akarnak jönni a Ferran Torres. Mit? Ne barcelonásokat már! Fúj! Faszom. Már ki a Xavi, izé, Alba, meg ez is. Na már. Super veloci. Hát de tényleg faszom. Ne barcelonásokat dobáljon már, akkor inkább reálosokat. Na. Akkor rosszabbakat is. Ferratti ott a volkáút, hoppá! Mondjuk nem nagy lap, de... De amúgy miért olyan kevés a defje? Már nem azért. Fazik az egyik legjobb védekező középás. Ilyen kis kevés defje van ellátva. Ez amúgy vicc. Nem? Na, oké, hogy nem gyors. De védekezni azt tud. Nem értem amúgy néha az ijét. Vakon vannak egy-két cilapnál, amúgy nagyon... Watkins. Jöjj! Na még egy shadow. Már bármit nyitottam kb. Gondolom amúgy nem ér sokat Ferretti. Mennyit ér? Meg se néztük. Kemény 10k. Kemény 10k. 10.000 coin 87-es játékos. Ne csináljátok már. Azért az kemény. Lehet, hogy megveszem majd 300 pontért. Nem olyan sokan. Tényleg jól néznek ki a muzikon azok. Halli Dávid, halli, halli. Mi a helyzet? Eddig az előbb pont ebben a percben, mielőtt jött egy Ferratti, meg egy Thiago Silva jött addig, aki jobb, meg egy Jordi Alba, eddig ezek voltak. De semmi extra, csak így. Csak ennyi. Nagy pénznyeremény nem volt még, meg OTV sem. Sajnos. Yeah.
Te is milyen lassú. Coutinho nem 62 pace, érted? Na mindegy. Jé, az... Én nem tudom, mit csinálnak amúgy. Oké, hogy nem a világ leggyorsabb játékos, de azért nem 62 pace. Az a 62 pace az annyi, hogy éppen gyorsabb, mint Kroos. Nem? Ennek csávónak olyan feje van, mint... Nem is tudom. Elég sittes, nem? Hopp, na ezt figyeld, megint egy Hunter, meg egy Shadow. Ezeknek be van szabályozva maxit az erre az ára. Shadow minden parkban van kb. Lehet, hogy kinyitom azt a nagy packet, nem tudom. Meg ebből hármat tudom nyitni. Basz meg! Hirtelen Alabára gondoltam. Akkor az osztrák zászló fő villant itt előttem. A második kis hazám. De nem, sajnos. Pozimi, midik. A sláger, hát ez a mindennapi sláger, már mondtam. Ebből nagyon nagyból? 100k-s pakból? De ez a baj, de láthatatlan. De De Bruyne-nek örülnék, mert akkor Holland könnyebben linkelődne. Dipály. De már megint Barcelonás, bazd meg! Ez már a negyedik. Faszom. Hogy szapat az a köcsög játék. Disco, disco! De furcsa bazd meg Sevillásként látni. Diszkókát. Menjen a nagy pack, azt mondjátok? Independiente. Nagy pack menjen, biztos. Na menjen, faszom. Alig maradt pénzem utána. Hát, már nem lesz jó. De jó, de megint Barca, mi a fasz? Hagyd már békén! Bazd meg! Már megint Barcelona! Már komplett Barcelonát tudok építeni! De Bruynek jobban örültem volna. Amúgy. Még a Manchester City is, akkor is. Faszom! Miért? Szipad! Mik a Cantona? Ricardo kurva jó. Oblak. De jó. Nézd meg, 70k, geci. Hát de bazd meg, mi ez, hogy... Mendy, hoppá. Itt egy Mendy, gyerekek. Látjátok? Megvan a bal hátvédem. Ahhoz képest amúgy most már tudok spanyol csapatot építeni, most már mindenki van már. Jordi Albától kezdve a jó istenig kijött. Faszom ki van, bazd meg, kurva izékkel. Barcelonásokkal. Ja, a Mendy az fasza. Ja, marad az az biztos nem lesz látható. Hát hallod. Megveszem azért a Igom ezt szerintem.
tam do štadión téma. Som tam mám kajček Kejtman. Nehárám sa s kýzdy hrdy až. Oni pekne tie šodky. Ale jedla sa mas. To má zazdevo dneska. Nem annyi sok kezeket is már. Hát valami jó jön még. Német cébe. Most már nem lesz jó. Igor. Nem csak a láthatatlan pakkot nyitottam, de hogy ez mind a láthatatlan, az meg az hihetetlen. Még a 200k-s pakkból amúgy hátra beesne valaki. Nem olyan sokba tart, már megcsinálom. Egy 2-3 meccs az megvan, azt is szerintem. Gól meg max 2 vagy 1 meccs. Na, legalább ebből jön már valami jó. Most meg Dortmundosok vannak jönni, mi van? De Kjaernek hallott, nem bírtak adni egy Z-lapot. Vágod úgy, hogy Dániával gyakorlatilag veretlenül kijutnak az EB-re kb. A Milánnal bajnok lett, ezt nem bírt kapni, bazd meg egy rare lapot. Az kemény azért, nem? De ez a 82-es. Bezzeg a Bartra 81-es, az kap rare lapot. Itt hulladék csapatba érted. Valaki ezt így érti? Ciao Felix! Az jó? Vagy nem tudom, hogy jó-e. Elvileg 5 csillagos skillnek kéne, hogy legyen, na. Bizony. De miért ilyen kevésbé vannak? Juventus tifo. Ez lehet, hogy most ér pénzt, Juvetifo. Ugye, hogy visszakerült a gamebe, az miatt. Na, most már csak ezek a hulladékpakkök vannak. Hoppá! Frodi Mez! Ferencvárosi TC. De jó, hogy megvettük az ikon mezeket. Ez egyből kijön a Freddy Menz. Na, zsír. Én megkaptam az Oscar díjat. Oscar díjas színész lettem. Köszönöm. Fúj, Atlético Madrid, bocs. Tényleg 8K az Oscar. Chill well.
Mi? Jó az Oscar, vagy mi? Miért kell annyiba? Ja, hát, de ma jelent meg a ját. Re... Bassz meg. Azt hittem, hogy kárba álljon. Legalább reálos. Carvalhának jobban örültem volna azért, mint Vaskéznek, de jó ez. Lukita. Lukas Vaskéz. Jó van az. Azt kezdve nem Strayerba ez van. Ez izé lesz, Matic. Kifejezem majd együttérzésemet Ukrajna felé. Werner lettél volna akkor már. Saul, nigga. Ő visszament a Chelsea-től amúgy? Ezt nem is tudtam. De ő tavaly még a Chelsea-ben volt. Ez csak kölcsönszerződés volt amúgy, vagy mi? Hát nem nagyon bádva neki, de még egy Hunter. Kent Saul az Atlétikóba jól nyomta fénykorában. Nem mondhatjuk, hogy volt neki olyan. Legalább egy jót él. Hallod, Dávid? Te is előrendelő vagy, nem? Mármint, hogy az Ultimate Edition-t vetted meg? Te is az Ultimate-et vetted meg, nem? Nem kellett volna kapnunk egy izét, egy garantált OTV packet amúgy. Mert én nem kaptam meg egyébként, csak úgy mondom. De kellett volna, nem? Mármint, hogy jár hozzá. Ha jön valami feladat friendlybe például, ahhoz jó lesz. Hát ma van 30-a. Vagy melyik 30-án? 2024. szeptember 30-án? Ja, én vártam is, mondom, hogy ma biztos izé belenyitok valami nagyba. David Silva. Kár, hogy sokat romlott. Nagyon szerettem a játékát, amúgy. Egy kedvenc spíleram volt a David Silva. Csak haragudtam rá, ami a City-be játszották. Nem úgy bírtam fejét. We'll be right back.
Ja, Holland ist biztos. Hát nekem már van egy, csak sajnos nem volt OTV. Gondolt, de megnyitottam. De jó lett volna. De itt lepéval is meg elégszer. Sem, nem vágyok nagyra. Kis köcsök technikai fejűvel. Ibrát! Ez az. Ibrahimovic megérkezett. Megint egy Hunter, látjátok? De Ibrát már tiszteletből is nagy pénzen kéne adni, már ne haragudjatok, de sértő ránézve. Komolyan úgy, hogy még mindig egy csillagos cucca van neki. Most fogunk bele nyitni a nagyba. Pepe. Én Pepe még nem is olyan rossz. Ahhoz képest. Annyira rossz statjai nincsenek szerintem. Hát nem, ezen a piacon nem, hallod? Olyan hülye izék vannak, ingadozások. De majd beállám, azt szerintem, ma jelent meg ugye a játék dobozosan, meg sokan ma kezdtek el. Egyelőre még nem állt be. Szerintem, de nem is biztos, hogy befog. Lehet, hogy ilyen szar marad. Már most nem tudom amúgy, majd borítani fog egy kicsit, szerintem az is, hogy stadion megszűnik. Sokan nem játszhatnak ezzel. Nem tudom, hogy lesz majd. Biztos szerintem izének is fogják befolyásolni majd. Mi már jöttek? Vettek ma tényleg. Meséljünk annyira. Tényleg megjöttek ezt így. High work rate, az kemény. Bár már tényleg persze, mert annyi játékos nyit most pakkot, hogy mit kér? Pedig ezt már majdnem most ki tudnám rakni. De ez milyen buzi már? Figyeld, előírja, hogy 88-as vagy nagyobb overálló játékos legyen egy a starting 11-be. Hát de az milyen már? Hát egy 88-as játékos, az kurva drága, nem? Mondjuk, hogy a kapus, akkor nem, akkor egy 20-asból megvan. Az resi amúgy nem annyira rossz, de kicsit túl van árazva. De amúgy nem sokat SBC-ztem még. És objektívba jött valami amúgy? Miért lenne kuka? Nem kuka, az csak egy kicsit drága. De a játék elején most egy 84-estől, de mit akartok, érted, egy 99-es, 5 csillagos weak foot skill moves, hogy mi? Hát ő olyan játékos, hogy nem dribblingel.
No, hay tres Charles. Ennyi csak. Látok, ezt a Richarlisonnak, amikor kéne játszani. Kell valaki a Hollandhoz. Mi a... Hol írja itt most az alternatív pozit? Nincs neki alternatív pozia? Mi a fasz? Miért nincs? Ennek miért nincs alternatív pozia? Nem tudom, Manének az ára följebb megy amúgy. Ja, egy kicsit már följebb ment, 206. Kétszázhatra felment az ára. Nem tényleg, nem? Szerintem Sonnak sokat esett, 143 a Son ára. Hajnali kettőkor érkezik a pak. Kajak. De miért olyan késő? Ezt is elbaszták volna, hogy... Amúgy a Sonon kívül... Van valami értelmes LV a Premier League-ban most? Nagy ratingű. Vagy Son az egyetlen nagy. Ennek is ott adtak volna egy 80-as tapot mám azért. Tavaly izéjét kap, az meg Team of the Season, most meg izé 79. Logika. Non-rare. Na, Dávid, speci, van valami értelmes Sonon kívül, Premier League-ben? Na, megint Libertató, ez is balfasz. Mögötte, hátha. Azért, ez spek. Már nem sok pack-re van pénzünk. Nem akar már jó, nem fog már jó, szerintem. De még kijátszok a 200k-s pack-et, hát ha abból. Götze. Amúgy a Bayern az izé, nem is licenszel csapat. Kerestem volna izének a Nagelsmannnak lapját, de nincs benne.
mondom, megrakom edzőnek. De Lengyi van, ugye? Ugye alapból azt hiszem FC Bayernként van benne, nem is Bayern Münchenként, nem? Gátúszó. Jóban van te meg elve az öreg. Szereti a kaját, ahogy látom. Hirtelen Dán Zászló, megörültem, hogy Eriksen lesz legalább. De az nem is lehetne, mert az... Vagyis lehetne, de akkor az fekete labdat volna. Ahogy elinforma. Hát amúgy elég hulladék volt. Se inform, se OTV. Semmi extra. Még maradt 50 ideig, de valam, nem fogunk semmit nyitni. Úgyhogy folytatjuk a squad battlingot. Az a legszomorúbb egyébként, hogy nem jött be ezek semmi olyan. Aki a halánt az jó van. Ha ez elég szomorú. Na mindenki grindoljuk a két packet. Egyébként a Dipájra azt mondják, hogy ő jó, mindjárt nézem az árát. Kostics 85-ös lapja 5000, ahhoz képest a Dipály lapja 20000, úgyhogy de biztos nem rossz. Valószínűleg a Dipály lapja egész jó, szóval 5 csillagos kiemelkedő. Még a végén az is lehet, hogy be kell építeni gyerekek. Zsidó. A Zsáó Félix sem vagy olyan nagyon rosszul. De azért 20 kell, mert ez a minimum price-a neki. A Dipálynak. Dehogy is. 3000. A max 35. De még sokban majd, de nem, amúgy olvastam, hogy jó. Olvastam róla, hogy jó. Ezért kell. Akkor ő is jó gondolom. Az meg most komolyan Barcelonát kell csinálnom a csapatomból. Elég bicskönyitogató. Már nem is azért a 2 forinté. Ez a baj a Mendy is. Ja. Mendy is eladhatatlan. Van egy prénat. Rizs. Rizs. Declan Rice. Jó volt van az áram. Most kell bevásárolni.
Grillismennyiben már. Most. Nézd meg! Ez nincs szerencsém, ahol játok. 270 000-es játékos, de untrade-be van. Megnyitottam ki. Na, te akkor durranjam. Vinicius mibe kerül amúgy? Nem tudom beváltani Manéra. Mennyi a Vini? Olyan drága? Nem várjál, persze, még a klubban nézem. Kettő 80. Hát itt... Jó, hát 800, de nem megy el annyiba. 40 000-es bidegben van. 260. De ez a lap is be, ez csak szaladni tud, esküszöm, semmi más. Pedig a pace most nem annyira számít. Miért akkor ilyen sokat? Na akkor megcsinálnám ilyen hibridre amúgy. Spanyol, meg tudnám csinálni a... a csapat bal oldala lenne úgy, hogy Mendy, Vini. Előttük a Depay, középen De Jong. Csapat jobb oldala meg ilyen angol, holland miatt. Kanté, holland. Csak a Manét kéne eladnom. De a Mané ára mehet feljebb. Ugye, mert most OTV lapja nyitható csak. A sima lapját nem is fogják tudni kinyitni. De valószínűleg az OTV lapját meg nem fogják sokan kinyitni. No, 86 Laport kisétel, de Thiago Silva nem. Ez érdekes akkor, nem? 5 ból. Mi van? Dobálja a barcelonásokat? Vagy mi van? Fú, amúgy már nagyon sokat ment fel az ára. Manénak. Már most. Még délután, mikor hazaértem... Nagyon sokat ment fel az ára. Délután, mikor hazaértem, akkor még izé volt ő... 180. 185. Még tartom. Még a hétvégén biztos, hogy menni fog feljebb az ára, mert nem fogják kinyitni, ezeket meg el fogják vinni. OTV lap meg nem fog kijönni sok mindenkinek, szóval... Hey, látod? Nincs is még OTV lapja kint. Ne te van. Tehát... De azt nem mondta, hogy ikon nyitottál. Vagy nehogy Bappét nyissál. OTV-t nyitottál. Antonit, fogadjunk. Na látod, hogy ennek az ára... Ez vinni fogja följebb a sima Manét, szerintem. Ez a 1-2 millió. Az egy hét alatt följebb fogja vinni sokkal az árát. Mi van, speci? Nem jött akkor semmi? Pellegrini? Hát ez ide, az nem valami jó. Abban nem kell messzire szaladni. Na jó, nyomjuk, lenyomom én is gyors. Hát ha.
gólból amúgy nem kell sok, csak asszisztból. Viszont ezért azt csináljuk, hogy azért a Depayt berakjuk ide, megnézzük, hogy hogy fordulnak ilyenek. Minden nap is lákér. Kugli fejét ezt se vettem. Nem néztem meg amúgy, hogy a Ferretti miből megy. Egyébként össze tudnám szedni a Vinnie Aracsimen, ha a manét eladom. Meg ezeket is eladnám egy-két játékosnak, most amúgy a piacon is van sok játékosom. A Vinnie Arát simán össze tudnám szedni. Tényleg Cassie is ott van, de ahhoz nagyot, az amúgy sokat kérem. De az OTV, nem? Vagy milyen lap az? Az egy OTV kártya, nem? Szóval az még akár fejlődhet is. Ez OTV kártya, van azt a becskesszéje. Ez még akár fejlődhet is. De már... de nem jó. Vagy el kell eladjam a Kantét. Kantét is eladjam. Nem tudom, gyerekek. Annak lement az ára nagyon. Vagy lehet, hogy megvárom a Fede Valverdét. Most már. És akkor utána kéne. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyibe fog menni. Valverde. Mindegy, majd meccs után berakom az ikon ezeket. Kanté ára nagyon lement sajnos. Szóval 150 megy. Hogy hívják a Vinny? Vinny 263-ba ment. Szerintem ez is csökkenni fog. Valverdének az informlapja 100-as. Sima 84-es lapja meg 50. De ugye úgy kell gondolkozni, hogy van egy hollandom. Hogy ezt mindenféleképpen valahogy be kell építeni. De mondjuk azt meg le tudnám cserélni úgy, hogy valami City Shockra. Az a baj, hogy a holland alátadatlan. Már mellesleg kurva jó is. Ez nem szeretem volna. Nem tudom, hogy kéne.
nyilván a valószínűleg a Mendy lesz a hátvédon. De 70.000-es hátvéd, úgyhogy valószínűleg tőle jobbat most nem fog egy darabig berakni. Én tavaly emlékszek, hogy még karácsonykor is, amikor én megvettem a játékot, még bőven őt használták sokan. Úgyhogy biztos jó lesz egy darabig. És akkor mondjuk, hogyha ott megvenné, vagy nem lenne túl drága a Valverde Player of the Month, kiraknánk. Most ezt már most már megvárom, még ki fogják adni. Maxi Manét eladjuk azt, hogyha úgy van, akkor olcsóba úgy is vissza tudjuk majd venni. Végülő meg minit kéne. És akkor mondjuk a Donnarummát lecserélném Ederson-ra, és akkor úgy még raknék mögé egy szóval Akanji informlapot mondjuk, meg egy Akét vagy a faszt, tudja valami golfaszt, igazából lényegtelen. Meg kell bazzik építeni ezt a csapatot, mert nem az a baj, hogy már nem lehet tudni, hogy ki linkel, kibe így fejbe vágod, azt így, inkább megépítem futbinem, mint hogy így elbasszam a pénzemet, hogy értem olyanra, akit nem akarok. Vagy nem, nem is azt nem akarok, hanem hogy nem lenne jó vele a link. Egyébként meg sajnálom ezt a Manét, kár, hogy a Bundesligában nincs senki. Mané nagyon jó. Mané. De mi ez a Barca Mánia most itt a játékban? Te is, Paci, hányat nyitottál? Négyet? Kiket nyitottál ki a Barcából? Pikém, amikor tisztán azonban a hulladékok. Jordi Alba az még azért ugye elhasználható. Megy Max SBC-be jó a rating miatt. Hogy megcsináljam az asszisztot, és akkor egyben nyissam ki? Hogy legyen szerintetek? Hogy lenne legyen? Egyben legyen? Ja, de akkor viszont várni kell még. Asszisztból azért még sok kell. Szerintem ott még egy százassal le vagyok maradva, hogy az még vagy három meccs. Az sem biztos, hogy megbírom. Lebírom játszani.
che ho declarato. Infatti ho avuto meglio stream così. Hát azt hittem, hogy legalább egy jó tévék jön. Ennek a Manny-nek tényleg annyi baja van, hogy nem egy csillagos a skill moves jön. Egyébként meg jól lő. Ja, félem, hogy félem lecserélni Vinnyre, hogyha Vinny ezt a szarra van. Viszont többet ér. Valami biztos jó. De valószínűleg csak a linkek miatt ér a Vinny többet, nem meg, mert hogy brazil. Ez könnyebb izé, mint egy Neymarra, meg azon tudja kikkel linkel, mint egy Manén. Brazilok. Jó nagy hullámvasod egyébként a játék. Hogy vágod izé, kijön a Kanté Mani Holland, vágod, elindulsz egy vonalon, vagy azt, amikor meg tényleg nyitsz bakkokat, akkor meg elindít egy, átrak egy teljes más vonalra a játék. Mert nem sok mindent tudok kezdeni most így. Werner ára, az ment feljebb amúgy. Yeah.
Dávid, hogy elszem úgy Rivals-ba? Haladtál már valamit a 8. osztályból előre? Ezt jól fogja maradni amúgy. Szépen beolloztam, bolond már. Okay, fair. Final 5 minutes.
Szia Gyula, köszönöm szépen! Uda rég volt Ice. Meg stream is amúgy régen volt, ezt aláírom. Mi a helyzet? Hogy vagy? Minden oké vele, Gyula? Meló, minden megy még? FIFA 23 zörög nálad is? Meg vagyok, köszönöm. Éppen pörgetjük a game-eket. Az objektíveket próbálom csinálni 100 000-es pakkokért. Na, ma jött meg. Gondoltam, hogy sokatoknak ma fog megérkezni amúgy. Nagyon sok embernek is. Nem csak neked. Na hát akkor sok sikert benne. Idén is Durant Jai Ronaldót. Na, szerintem az egyik amúgy sikerült. Akkor már csak az assist fog kelleni. Majd csak meg lesz. Na, jaj, várjátok, igen, az 500 gól az már van. Na, 100k-s backpipa. Gyulám, hogyha már itt vagy, akkor adok gyors két tippet, amivel gyorsan tudsz csinálni egy 50k-s pakkot, meg két darab 100k-s pakkot. Squad Battles, beginneren, kezdőn, hogyha már lesz egy csapatod, valamilyen. Hogy is volt? Na mindegy, 500 gól, de mindjárt mutatom. Na, nem, elsőnek 100 finesse shot gól, magyarul csavart lövéssel szerzett 100 gól. Kapsz egy 50k-s packet, érte? A másik kettő az pedig simán 500 gól. 500 gólé ad egy 100k-s packet, meg 500 assistért is ugyanígy ad egy 100k-s packet. Hogyha lesz egy gól csapatod akár, vagy már bronzzal is elkezdheted, vagy mit tudom én, mert nagyon gyenge a gép beginneren, akkor le tudod gyorsparatni és két jó pakket, vagy három jó pakket ki tudsz egyből venni. Na, megjött, Dávid, megjött a pre-order pack. Itt van, once to watch player. Megjött. Nincs mit, Gyula, nincs mit, sok sikert. Örülök, hogy itt vagy. Bármiben van, ott a Discord. Segítünk. Te amúgy is ott voltál, írtál néha, úgyhogy bármi kérdés, segítség kell, vagy ilyesmi, nyugodtan. Na. Én már nagyon sok jót nyitottam. Nem tudom, hogy mennyire szoktad nézni a Discordot, vagy mennyire voltál aktív mostanában, de mindjárt mutatom a csapatot, várj. Éppen ma volt egy 12k-t elnyitottunk FIFA.com-ból. Ádám, nem jöttek annyira jók most, viszont én Revive-ból, a játék elején, mikor az applikáció elindult, én egy Kantéba meg egy Manéba belenyitottam Revive pakból az első napokon már, úgyhogy de jelenleg ez a csapat. Tegnap nyitottam egy Hollandot, de ő eladhatatlan. Holland az nagyon jó.
Meg a Money, meg a Kanté is, viszont ők... Nem tudom. A Money most fog egy kis pénzt érni, mert ugye nincs neki csak OTV kártya, és így menni fog feljebb az ára. Már ugye a Bynumok is nőttek. 210 környék, 210 alatt felett egy kicsivel. Úgyhogy őt várom, hogy följebb menjen. Most már képzeld el, reálos létemre kinyitottam a fél Barcelonát. Nézd meg. Itt ez a három jó madár, már kapásból itt van. Majd még jött egy Ferran Torres is. Köszi. Ja, amúgy szép kis team, tényleg. A Donnarummát vettem, a Ramos-t azt nyitottam, a Rhys James-et vettem. Hát a többi azok nem egy nagy durranás, ilyen 1-2000 coinos playerek, vagy olcsóbbak. A borcásoknak? Most egyelőre kivárok. Ja, meg nyitottam egy Ferland Mendit is, az a De Jong-gal jött. Már nyitottam egy Ferrat, meg egy Thiago Silva-t most. Át fog alakulni a csapat. Egyelőre várom a Mané-nak az áremelkedését. Hogy egy kicsit feljebb menjen az ára, és elantjuk. Lehet, hogy egy Winnie-t megpróbálunk venni belőle majd. Ide jön egy mini. Aj, majd el, várjátok, mi az altipozija? Depay-nak, ha LV is lehet a Depay. Na, az amúgy tök jó. Még ahhoz egy kicsit lassú. De a lényeg az, hogy majd faszán össze lesz az állító. Csak legyen egy kis pénzem a Manéból. Meg hihetetlen, hogy három francián bent van a kezdőbe, és nem kap izé három linket. Nehezebb lett amúgy. Szerintem csapatépítés, mint volt. Elég átláthatatlan is, hogy mikor, hogy ki, miért, mint nincs izé link. Előre jó volt az úgy, ahogy volt. Majd vártak, nem néztem meg, hogy mennyi az kell. De sok kell, még ez két meccs minimum. Még mennyi? 63. Ez két meccs jön. Jó, akkor legyen jobb, nem tudok mit csinálni.
bara på en sekund mest. Ja, men jag vet inte. Budget nam idą tam wolę masz. Előre a 100 cash pakkáját. Alongside Jeffrey Kondogbia in the centre of midfield, and leading the line today is Gabriel. Oh, what a chance this is, Derek. Oh, brilliant goalkeeping. What a vital intervention. Number four. Well, they couldn't give it away. Slim pair of hands, did his job. Position you've got to say. Oh,
chance. And a goal! A quick 1-2, and they turn this game on its head. So underway again, 2-0 advantage here. And the referee sees that as a foul, free kick given. No, he's not. Yeah, egyébként meg tök tetszik ez a csapat, sajnálom, hogy át kell hitani. Mert egyébként meg szerettek ezekre játszani. Meg szerettem őket már ennyi meccsra. De a nagyobb jobb érdekében valószínű, hogy repülni fognak sokan. Gyula, te is PS5 trénye volt? Jól emlékszel. PS5-re? Már fővehetné amúgy. Ha gondolod. Tényleg is már. Nem vettél még fel, igaz? Felvettél barátom? Már nekem is PS5 van azért. Most már nem annyit. Már 22 végét se a 4-dőt voltam. Na, majd valamikor vegyél fel. Ugyanígy vagyok fent, hogy csenyez 7-7-7. Majd egyszer, hogyha valami időnk engedi. Nem tudom, hogy emlékszel, ugye a PS4-en nem tudtam
vélyes, az nem engedte a játék, kidobott. De kópozni tudtam. Na ezzel meg még nem próbáltam, lehet, hogy már egy vélyes után engedi. Lehet, hogy itt már úgy van beállítódva, hogy jó lesz. Fogalmam sem csak, hogy miért nem engedi a négyen. De biztos valami nagy problémám van, csak nem tudom, hogy kell csinálni. És hogy mi a baja egyáltalán, azt nem tudom, hogy mi a baja. De kópozni engedett, szóval, hogyha úgy van, akkor kópozhatunk is. De majd le kell tűtenem a négyre is, mert specivel is tudunk játszani. Vagy Xbox-os. Szerintem van olyan haverom is, hogy PC-s és FIFA-t. És hát nem most, akkor majd fog később, vagy kis takciós lesz, hogy valami. Nem baj, nem fontos Ultimate Teamben, vagy nem tudom, hogy máshol tudunk-e. Meg mit tudom én, hogyha úgy van ez, én tudom, ezért is lehet sima friendly vagy valami. De Ultimate Teamben szerint is. Olyan, minden. De egyébként én sem nyomom jól. Nagyon messze vagyok a jótól, úgy mondanám, szerintem. Igazából tavalyi a FIFA 22 volt az első olyan, hogy én elitbe feljutottam, meg egy első osztályba. Nyilván amúgy ez a... Na most ez az idei évre kíváncsi lesz, hogy egy kicsit vízválasztó lesz valójában, hogy milyen, mennyire vagyok jó, vagy mennyire nem. Vagy meddig tudok eljutni majd. Ahogy én tavaly ütőzni már közbeszólt, hogy szétválasztották ugye a PS4, PS5-öt. És én nagyon sokat még a PS4-en játszottam. Ahol már lehet, hogy jóval kevesebb player volt. Sőt, biztos is. Gondolom az összes profi meg jobb játékos, hogy addigra már tudott váltani, mire én megvettem a PS5-öt. Itt meg most azért nem lehet tudni, mert itt meg most mindenki itt van. Boldog-boldogtalan bekerült most már, ugye. PS meg Xbox. Tehát itt meg ugye most még több emberből kell jobbnak lenni. Elvileg. Úgyhogy majd kiderül. Én azt mondom, hogy idén egy ilyen 5.-4. osztályba sorolnám magam egyelőre. Hát kösz, reméljük, bízunk bennem. Majd próbálok A csapat az eddig jó. A játék tudásom kéne amúgy csiszolni sokat. Csak nem sok idő van rá. Meg tudod milyen? Minél idősebb az ember, annál nehezebben tanul. Ez nekem is még ez ilyen régi dolgok vannak megszokva a FIFA-ban. Nagyon sokat játszottam PC-n. Kontroller nélkül még haverra billentyűzette, ugye eleinte. Például nekem ilyen egy-két nagyobb csel, az egyáltalán nem fog akkor összejönni ízi kontrollerre. Egy-két ilyen alapot meg
használatot megtanultam. Többire meg vagy nem is érdekel, vagy nincs időm. Most is van egy csel, valami kurva jó. Hát tök könnyű, de én akármit nyomok, nekem nem akar sikerülni amúgy. Nem, egyszerűen nem. Mindent megcsinál, de azt nem. Majd nézek valami jobb a videót, hogy fasz tudni, nem tudom. Ezt az, hogy rossz playerre próbálom, mert ez, hogy kell hozzá valami skill move, vagy ezt meg tudja csinálni. Ketten vagyunk. De emlékszek egyébként, hogy úgy játszottunk régen haverommal, hogy volt egy joystickom, egy kontrollerem. Ő volt vele. Én meg villancsűzetem, de úgy is ezért sok szó nem bírt valam, úgyhogy... Nem minden a csalam, úgyhogy van egy jó taktikát, passzjátékot, stb. Akkor... mellékes a csalam. De amúgy felsőbb szinteken meg kell, sajnos. De én bemutatkozom. Sajnos felsőbb szinteken. Az a baj, hogy olyan cseleket tud némelyik, meg olyan komolyan tud bánni a kontrollerre, hogy egy emberre képes végigvinni a pályán alatt. Ezektől hidalok le amúgy. Csak ki tudja használni a játék összes glitchét kb. Meg ilyenek. Vannak ilyen nagyon komoly elvetemültek amúgy. És esküszöm, hogy ezek olyanok is, hogy köze nincs a profihoz. Hogy nem e-sportoló, csak sima játékos. Nem, meg nem streamer, meg ilyenek, hanem csak sima játékos. De olyanokat tud, hogy sokan megirigyelnék szerintem. Nekem is volt már olyan, már ebből is találkoztam, 8. osztályban hallott. Olyan ellenfélle. Néztem, hogy mondom, bazd meg, te mit kell segíteni 8. osztályban? Nem akartam el. Annyira jó cselezett a gyerek. Nem, el sem bírtam volni tőle laptát. Kb. Egy ugyanennyi assist kellene. Nem tudom, mennyi sikerült van még. Mennyit ad meg ebből. De meg kb. Egy ugyanennyi kell. Még egy meccs valószínűleg. És bízok benne, mert már nagyon nem. Szabadba tudsz.
utána kinyitjuk egyből három packet. Remélem megéri kínlódni ezzel 100k-s packjával. Nézzük csak. Holnap meg valószínűleg Rivalsozunk, meg valószínűleg lehet, hogy csapatot építünk így. Ezekből is kitöbbenem csak egyet. Ja, akkor nem néztem maga a... Asszisztat. Meg sok kell. 32 assist. Az meg lehet egy meccs alatt, amúgy. Jól néz ki amúgy az ikonmaz. Tehát fehér amúgy. Már fekete is. Fehér jól néz ki nagyon. Lőjünk hozzá. Lesz ott feketében most. Kicsit zavaró volt a fehér. Két assist, meg egy meccs. Kíváncsi, hogy kit fog dobni a garantált OTV-ből. Hú, de örülnék egy... Nem is tudom. Ha ne a Lewandowski legyen már, mert túl varfás leszek. Az már úgy sok lenne. De egyébként ő biztos sokat fog kapni. Hol tudom. Csuhamaninek örülnék, Antoninek is. Nem, Hanének is. Akkor Instán lehet tudnám adni ezt a mányit. Hát Antoninak hallott a 82-es gold lapja is ilyen 60 ezerekbe ment eddig. Most nem tudom, nem néztem ma, hogy mennyivel ment fel így, hogy ma jelent meg a játék. De ugye az előrendelői időszak alatt
Jaj. Előző időszak alatt ilyen 60 ezer körül van a lap, volt a lapja. Hát ma lehet, hogy csökkent, de az is lehet, hogy nőtt. Nem néztem el, hogy most de gyors, gyors amúgy. Többi statja nem olyan jó amúgy, de gyorsnak gyors. Meg 5 csillagos skillje van. Sziasztok srácok, akik újak lennének. Újan csatlakoztak. Nyugi, nem ilyen kezdőn szoktam játszani, csak feladat pakkot kell kivenni. És ez a leggyorsabb, ugye, és grindolás. Képzeld Gyula, amúgy neked még nem is mondtam, hogy nem kontaktoltam, hogy vagyok rá a meccsre. Lipcsébe, 25-én. Megnézzük a Szoboszlaiékat. Nem miattuk ott a megyet. Nyilván Reál miatt. De pont jó jött így ki, hogy Szobóék is, Reál is. Remélem, oda jutunk, mert minden rendben lesz. Majd rendben sem volt az én. Assist. Ja, kontra. Hát nyilván úgy tudtam, hogy a Lipcsével játszanak. És már rá voltam készülve egy vásárlásra. Először kicsit így. Barátom már együtt vagyunk majd, és kicsit így... Mikor először mondtam neki, akkor így hezitáltunk, hogy biztos drága lesz a jegy, meg ilyenek, de képzeld el, és meg képzeljétek el, hogy úgy tudtunk egyet venni, hogy a Lipcse 3 hazai BL meccsére, összesen 107 euró. 3 meccsre, 107 euró. Ez most jó... Hát mivel ma jó főszaladt a... forint euró árfolyam. De kb. Most tegyük fel 400 forinttal számolva, vagy 40 ezer 41-2 ezer forinté. Tudtunk 3 meccsre egyet venni. Jó, nyilván ebből kettőre nem mentünk el, mert egyrészt, hogy nem is érdekelt volna, meg nem tudtuk megoldani se, hogy eljussunk. Ugye nekünk ugye erre szabadságot mindent kérni kell. Nem tudunk ennyit mi se. Meg nyilván addig költség is van. Eladni nem sikerült a jegyeket, nem jelentkezett senki. Kiírtam mind a kettőt eladóra, de nem kell senkinek, úgyhogy
sok ember nem érdekelt a Shakhtar, meg a... ki volt még a másik? Celtic. Még az még nem ment le. A tizedik jelölt, szeretek jelölni, meg csak azt. De még van egy eladó, ugye? Lipcse Majstrom. Ha valakit érdekel. És két jegyen van eladó, a város. Szóval úgy tök jól jártunk, úgy alig várom, hogy menjünk. Kíváncsi vagyok, hogy... hát egy élőben Real meccs, az mindig más. Hát... fölvény Real Madrid szurkolónak. Nekem igazából ez lesz az első ilyen nagy meccsom. Úgyhogy örülök neki, hogy ővel itt. Ez az legjobbkal kell kezdeni. Majd ő... nem tudom, van Instagram? Meg majd Facebookon is bejelölhetsz, hogy tudom. Meg nyilván rakni fogok fel képeket. Nagy élmény amúgy tényleg. Vagy már most az egyébként. De Facebookod az van, gondolom. Mondjuk... Ma már azt mondják, hogy akinek Facebook jelenti, az nem is létezik. Jó van, szegény nagy nyomám. Azt tudja szerintem mi az. Kíváncsi, tényleg ki fog jönni, csak ne a legrosszabb kettőből. Tolisszót nem akarom. Dávid pont a Tolisszót jutott, nemrég írtam, hogy nem is tudom, ki volt a másik, nagyon rossz. A Slotterbeck, ezek kerüljenek el, kérlek. Egy nagyot adj már, légy. Olyan szépen jönnek a nagyok, ne döntsük el. Na, közben vezet a Bayern München is. Zabicerre rúgtam a gólt. Nem is felejtettem, hogy van meccs van. És pont ezt védi ki, hallod, az összes lövés közül, az összes gól, de amikor ollózó egy kurva nagyot, egy kurva szépet, az biztos kivédi. Én még majdnem 0 szükről is gólt kapott. Still some defending to do. Surely! Oh yes! It's good in! And now a chance for them to land at the moment!
when he got past him. Can he take the chance? And a goal again. The keeper really done well. I'm not sure what you're getting at. Duplikét halandot van én. Azért nagy lenne. Egyébként ez a hármas. A Mané, Lewandowski. Werner amúgy nem kap OTV-lap. Viszont még csinálom. Na mindegy, Mané, a Mané, Lewandowski, meg a Holland, ezek az a bajok, hogy van idején szoktam. Import tekintetében. Remélem nem egy gól, vagy egy asszisztom fogom mondani, vagy ilyesmi. Még mindent. Egy vagy kettő gól összejöjjön. Nem kell csak 32 asszem, nem? Majd csak van annyi ebbe a 41 gólba. Hogy 32 assziszt benne legyen. Jó, adott két objektív, szerintem sikerült. Na, nézzük. Csak legyen meg. Jó, már sem tudja az lesz. Ott van, ez az, sikerült. Na Gyulám, akkor elnyitjuk a pakkomat, jó? Pakjaimat. 200 ezres, meg a garantált... garantált OTV pak. Csak bízom benne, hogy sikerül fog egyébni.
OTV-t hagyjuk utoljára, szerintem. Kislépünk egy pillanatra. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know that Adam Stolitz, so Schlotterbeck, ezek hagyjanak. Többi amúgy az elmegy. Ez se bánna, vagy együttem. Hogy ezek onnan Dalótó főfelé, Cakancsi. Orbán nem kell. Rüdigernek is örülnék, ha már így. Itt van. Na tényleg, Rüdiger, csúlyan mennénk két Real Madrid player egyből. Antoninak is. Igazából többivel sincs bajom, meg Gabriel Jesus-szel sincs bajom. Sőt, az egy tök jó lap. Nyugyázzal se szerintem, hogy biztos fog kapni upgrade-ot. Úgyhogy ővel sincs igazából úgy bajom. Na nézzük. Rose. Na. Az jó. Real player. Még az a spanyol. Most már tényleg izé. Most már akkor lehet spanyol csapatom. Mert most már annyira spanyolos. Ennyi borszás után még kijött egy Rose. Kár egy lassú amúgy. Nagyon lassú Rose, de ő kedvencem. Imádom. Nem szeretem a német focistákat egyébként, de Rose az mindközül a legjobb. Hoppá, és jött egy Tolisso vele. Na. Az már jó. Van egy garantátor Tolisso, ami nem a izé parkója. Na, egész jó. Kroos és Tolisso. Ott egy Nuno Mendes, ő mennyit ér amúgy? Hát nem sokat. Többre számítottam. Nem, ez egy egész jó kis perc. Meglepően jó. Ahhoz képest. Még van belőle egy, meg egy van szövecs. Prioteres. Nézzük. Köszönöm Bence, szia, üdvözöllek a csatornán. Hazard. Még egy Real player. Hol? Mi van? Rám van izgulva a spanyol liga, gyerekek. Borszások után megindul a hazai közönség is. Viszont ő mellette nem lesz nagyon nagy. Hát ez a Hazard szerintem filléres játékos, amúgy mondtam. De jó van, hát van, na. És cserének, ja, amúgy nem biztos, hogy rossz. Sőt, majd mindjárt várjál csak, mi az alti pozíja? Ez a baj, egy cam lett volna az alti pozíja. Így nem sok remegyek volna. Nem baj, Bence, üdvözöllek újra. Semmi baj. Örülök, hogy itt vagy újra. Hopp, még egy Ramos. Akkor Ramos el tudom adni. Oh.
Dakar Rashford, de halljátok. 25-es játékos amúgy Rashford. Hát már nincs annyi, csökkem. Tegnap még amúgy ilyen 20 körül volt az ára. De kár, hogy... De így is buktam 15 kilót. Ez miatt, hogy nem tudom eladni. Csak legyen eladható, légy. Akár ez is, hogy nem eladható. Hát az, az baj. Tehát nem nézted meg a gépigényt. Bence. Na nézzük. OTV. Garantált. Csak ne attól is szót. Ha már így megjött. Nagyot, nagyot, nagyot! Jöhet reálos is, ha már ennyi jött. Bazd meg, és a legrosszabbat! Hát persze! A garantáltból. De úristen, nem is az ilyen lenne amúgy. Hogy adnak egy garantáltat, bazd meg, és a legrosszabb kijön belőle. Undorító. De mindegy. El is mondta kedvem a játéktól. A legrosszabbat, de komolyan. Süljön le a kezük. Sikerült a kettő legrosszabb OTV-t kipik, vagy kivenni, gyerekek. Kettő legrosszabbat. A Tolisso-t meg ezt a... Azt tudom ki ez. Nem is érdekel. Az baj, hogy amerikai. Semmire nem megy vele az ember. Hol van? Milyen melyik ligába játszik egyáltalán? De olyan messzire kell lapozni, hogy egy szilver játékos többet ér tőle, hallod? Na mindegy. De gondoltuk körülbelül, amúgy ezt várom majd a Hero kártyától is, amit kapunk novemberben, azt hiszem. Hogy a legrosszabbat ideadják. Legyél vele boldog, hogy ők adtak. Nem? Hihetetlen. Tristros Tolisso. De figyeld, mennyit kell lapozni hozzá? Hogy akkor segítség, hogy kb. Semmi. Tessék. A legrosszabb játékosok között lesz. OTV. Azt tudjuk ki ez, érted? Edelus. Értem, először látom ezt a lapot, meg hallom a nevét. Meg lehet, hogy ez jobb silver kártya, amit felettél amúgy, esküszöm. Mi jött a két darab pakból? Hát az egyikből jött egy Kroos, meg egy Tolisso, egy OTV Tolisso. Körülbelül ennyi, ami olyan nagyobb. A másikból meg Hazard.
A garantált bú, meg ez bazd meg. A garantált Vanstavács bú. Ez a fika. Ez a líces valaki bazd meg. Undorító, geci. De szóval sikerült a két legszarabb. Mi a fenét kiszednem? Mi, ez a lappa mire megyek? De ki az, aki ilyet belerakott? Rohadt gyáhagta meg akkor, bazd meg. Minek ellenség, ha ilyen barátai van az embernek, mi? Na mindegy. Nem számít. Teli vagyunk így is. Viszont most már tényleg annyi izén van, hogy... Már három spanyol csapatot tudnék építeni lassan. Nem tudom, Mané mennyire fog fölmenni, vagy mennyire nem. 201. Jó, ez meg fog följebb menni. Majd itt szépen elfogynak 5-6 nap alatt amúgy Manék. Vanstavács kártyának drága lesz, amikor. Nem tudom, olyan 2:30-ig jól lenne, hogy fölmenni legalább. Az a baj, a Kroos is eladhatatlan, igaz? Igaz. Na mindegy. Na srácok, kösz mindenkinek, aki benézett, szerintem már ennyi volt. Most már itt sok lesz. Föl is cseszett az az Adams. És amelyik belerakta, hallod. Nagyon fontos volt elrontani ezzel az OTV eventet. Na mindegy. Kösz srácok mindenkinek, aki benézett. Milyen nap lesz, holnap szombat. Este fele találkozunk ugyanígy. Sok sikert ott is, meg jó játékot. Szia Gyula, köszi szépen. Nektek is. Csá-csá.
sky and the